Na sziasztok, kacok, itt Tom, és itt vagyunk a Lord of the Rings Conquest-tel, és érkezzük Sauron felemelkedésének a hadjáratát, mert ugye láttam, az előző hadjárat tetszett nektek, úgyhogy miért ne folytatnánk. Ugye az első küldetés az Doom hegynél van, nekem annyira nem ismerős, de tök mindegy. Ugye kezdünk a Nazgulokkal, és el kell vinni majd a Witch Kingnek a sisakját, ugye egy terembe, ahol majd fel fog éledni. Aztán meg ugye meg kell majd ölnünk Frodo-t. Ami már kevésbé könnyű. Nagyon jó kis kombókat lehet vele nyomni, hogyha rájövünk, hogy hogy kell, de mivel én egyáltalán nem szeretem ezt a közelharcos nem tudom mit, tehát frankon gyűlölöm. Ezért én biztos nem fog rájönni a kombókra. Egy-kettőt tudok ugye, ami így megvan. Ja, oké. Nyissuk ki ezt a valamit. Oké. Ott egy íjász, nem tudom, hogy került oda. De inkább tök mindegy, mert megöljük. Oké. Bekapcsoljuk a nagyon brutális kis pengénket. És ugye itt szerte szétverünk mindenkit, mert hát erre valahogy Nazgul. Erre van szó, itt ezek itt felrobbantak, meg minden ilyesmi. Nem tudom, hogy nem haltak meg mondjuk, de valami oka biztos van. Így, hát ugye a gruntok hiába védekeznek lényegében. Oké, itt van egy ilyen IS genyó. Sőt, kettő is, ez meg felrugott, miközben nyomtam rá a nagyon brutális képességemet. Ezt nagyon imádom speciál, ez ugye a shift jobbklikkel lehet csinálni, de ez nagyon jó. Ez az egyet szeretem benne lényegében. Ugye mi is tudunk kiabálni, meg ilyenek, na ide kell lehozni ugye a sisakot. És meg kell ezt öljek. 20 orkot. De ez mi tehát, hogy így most én így nyomnám a képességem, és akkor így a szarásig vannak ilyen ork harcosokkal. És semmi más nincs, csak ork harcos itt konkrétan. Jó, meg egy-két grunt. Ide beleavatkozok már én is, mert nekem kéne a képesség. Vagy nem a képesség, hanem a kill. Csak így ugye elég nehéz, hogy csak ilyen retkeket kapok ki. De mondom, tehát hogy így nem tudsz megmozdulni, tehát annyira szar ez a küldetés, én nem tudom, ez egyáltalán nem tetszik nekem. Kevés küldetés van, ami nem tetszik ebbe a játékba, de ez például egyáltalán nem. De nézd meg, hallod, tehát megmozdulni nem tudok. És akkor így csinálj meg 20, így ölj meg 20 orkot, ugye? Hát persze. Pedig hát nyomogatom én a kombókat, meg minden. De hát nem tudok többet a maximumnál. Ezekkel is nem tudom mit tudok csinálni. Így. Tehát hogy megölni nem tudom, amúgy meg meghaltam. Tehát hogy így nem, nekem ez egyáltalán nem tetszik. Egész pályán végig ugye ilyen a boszorkány királya kell menni, meg ezzel a Nazgullal, nekem ez egyáltalán nem az esetem. Pedig még ötöt meg kell öljek. De hát így ugye elég nehéz, mondom, tehát megmozdulni nem tudok, mert ezek a kurva harcosok csak engem vágnak lefele. Úgyhogy ez egy elég nehéz, ugye? Ez ugrál jobbra-balra, csak pont nem azt csinálja, amit én mondok neki, úgyhogy... itt az én időm, ez az, megvan. Na égre. Aha, két ork kapitányt öljek meg, hogy ne szeretnék menni a boszorkány királya, hogy ne. Na, jó van. Igen, ezt kinyitjuk, akkor mi történik? Ott egy ork grunt, az minket nem nagyon érdekel. Aha, ott vannak. De miért oda dobja? Ugye ennek van egy olyan képesség, a shift jobb klikkel, hogy így letolom, és akkor így lebénul mindenki, vagy nem tudom mi lesz. És akkor így felrobban, meg izé. Így, né, hú, de gyűlök ezzel játszani, azt a rohadt. De nem tudom miért amúgy, de egyáltalán nem tetszik, vagy lehet az én hülyeségem miatt. De nekem aztán rohadtul nem tetszik. Úgyhogy... amint lehet, ugye visszaváltunk majd a... vagy mage-re, ugye mostanában az is elkezdtem játszani, az is már eléggé tetszik. Hogyha én rájöttem, hogy kell játszani, ugye.
Tehát vagy Mage-el, vagy Ijászó fogunk menni mindenképp. Oké, ott van egy kapitány, azt töljük már meg, aki ráadásul Mage-el van. Oké, hát ez pont nem úgy sült el, ahogy én akartam. Igen, hát ugye továbbra is az ork harcosok azok nagyon szeretnek minket. Ez az, robbanjatok már szét. Hiába vagy te a boszorkány királya, hogyha... Nem értem, tehát kicsit aránytalanok tartom, hogy a harcosok ennyire szétszednek minket, mikor mi vagyunk ugye egy... A legfőbb, nem tudom ki a szarra. Akinek ugye csak úgy tud, aki ugye csak úgy tud meghalni, hogy levágják az ujját. Oké, azt fejbe dobtuk, jó. Akkor most menjünk vissza szépen. Vagy nem vissza kell menni, az ott egy ork. Vagy mit, ork? Na, troll. Igen. De ez így nem jó. Tehát figyúzz-e! Jó. Elengedsz? Engedj már-e! Na. Ezt nézd meg öcsém, egy rohadék troll elviszi az egész boszorkány királyt, hallod? De hát ez milyen dolog? Á, nem értem. Na majd most. Oké, úgy látom a kiabálásom is ennyit ért. De nem értem, tehát... Na végre. Oké, megöltük ezt a nagy trollgenyót. Most már ugye megint Nazgullal vagyunk, sajnos pedig a boszorkány király egy kicsit egyszerűbb lett volna. Most ugye meg kell ölnünk Frodót. Ennyi a lényege. Most bezzeg nem dobja máshol. Ja, hogy ez nem tudod, hát tényleg nem is a boszorkány királya vagyunk. Aha, ott van Frodo, az a kis szaros kis késsel. Na, figyelj már ide, én egy Nazgul vagyok, te nem tudom ki vagy. De... De most miért ilyen közeli a kamera? Na megjött a többi Nazgul is, jól van. Hol van Frodo? Azt hiszi nem látom, haha. Na, de jó. Ő ugye azt tudja, hogy jobbra-balra elteleportálgat. Úgyhogy szépen utána kell majd mennünk. Így. Már megint elment valahova. Ugye erre szépen tartjuk ugye a kis dobálónkat. Valahol itt van ugye? Ja, itt van előttem amúgy. De mégis hogy a szarba jöjjön meg? Ez az! Jól van. Kill Frodo Baggins. Itt a gyűrű. Hát ez igen, tehát megvan a gyűrű. Mi van? Ez nagyon menő dolog. És győztünk. Hú, az elején de berage-eltem majdnem. Tehát az nem szeretem ezt a pályát, ez egyáltalán nem tetszett. Ugye nem szúrok, az előző végjátszásban sokkal jobban bejött ugye, mint első küldetés. Úgyhogy... Hát skacok, a következő küldetésünk az ugye Osgiliath lesz. És köszönöm, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem tetszett nektek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve egy kommentet. Én Tomi voltam. Sziasztok!